Mikulásokig sorakoznak a hajdúsámsoni kisbolt polcain, ástopos terméket azonban rég nem árulnak, mivel ez hatalmas veszteséget okoz. Emiatt ugyanakkor egyre kevesebb a vevő, a tulajdonos pedig nagyon aggódik. Szerintem január végére csődbe megyünk, mint minden kisboltos. Hasonló a helyzet a drávaszerdahelyi vegyesboltnál is, amit az önkormányzat üzemeltet. Az árkorlát miatt itt a bezárást fontolgatják. Mivel egyre több termékre rákerül az ársapka, így már teljesen veszteségesen működik a bolt. Az agrárminiszter ugyanakkor úgy látja, jelenleg az áremelkedések plafonjánál tartunk, és bízik abban, hogy ha vége lesz a háborúnak, helyreáll a világ normális menete. Nagy István kijelentette azt is, hogy az ástoppos termékekre kereskedelmi akcióként kell tekinteni, és úgy gondolja, hogy jövő év közepén véget érhet az árkorlátozás. Azt reméljük, hogy vége is lesz ennek. Én azt gondolom, hogy a jövő esztendő derekán valamikor ennek be kell fejeződni, hiszen a háború sem tarthat a végtelenségig. Ugye volt pénteken a G7-en egy minimális reménykedésre okot adó cikk, ami arról szól, hogy a G7 is, mint sokan mások csinálnak ilyen fogyasztói kosárfelmérést hónapról hónapra, és azt találták, hogy most először októberről novemberre nem volt gyakorlatilag semmilyen áremelkedés az adott kosár, mert 26 forint volt a különbség. És van egy-két jel arra, hogy mintha az infláció lassulna, az élelmiszerek ára valahogy megtorpanna. Ez jó hír lehet akár az ársapkák kapcsán, és nyilván ott egy nagyon nagy ugrás lenne. Hát nem tudom, hogy az ársapkák kapcsán mennyire jó hír, hát azért ezek az ársapkák, ezek önmagukban is jelentős inflációgerjesztő hatással bírtak szerintem, szóval... És áruhiány között. Az a másik, hogy persze áruhiány is lett belőlük, szóval az, hogy most mennyi a kapcsolat. Az a baj egyébként, nekem régóta ebben a stúdióban is állandóan erről panaszkodom, nyilván lehet mondani azért, mert hülye liberális vagyok, úgy kell nekem. Hogy amikor... Minek avatkoznak be? Igen, tehát az állam minek avatkozik be, és jelenleg úgy viselkedik az állam egy bizonyos mértékig, mint az addiktívvá vált drogos, hogy nem tudja elengedni az anyagot. Tehát akkor még akkor nem csak a csirkefarkát, hanem most már nem csak a benzin, meg ez is legyen hatóságjáras, meg az is. Hát ennek azért tudjuk, hogy az ilyen addiktívvá vált drogosoknak mi lesz a sorsa a végén. És a 80-as években valami hasonlót már szerintem az ország egyszer meg kellett, hogy tapasztaljon, tehát meg kellett volna tanulni, hogy a központi árszabályozás... Hogy fokozzam a liberális túlsúlyt, el kell, hogy mondjam, neked mondanom, hogy mi azt tanultuk, és ezt is hirdettük, az állam a legrosszabb gazdasági szereplő. Tehát amiben beavatkozik, avval már valamiféle piac torzító hatás keletkezik. A piacot ugyanis a kereslet és a kínálat dominanciája határozza meg, az állami beavatkozás valószínűleg torzít. Ezért aztán úgy, ahogy te mondod, helyesen, meg mondják többen a szakértők, minél el kell felejteni ezt, mert a populizmus és a politikai érdek nem írhatja felül a gazdasági szükségességet. Meg a realitást, bocsánat, igen. Nem a realitásra. A szükségességen lehet vitatkozni, de a realitásokkal. Hát az... Egyébként Orbán Viktor személyesen többször megnyilatkozásában látszik, hogy ő nem hisz ebben a kereslet-kínálat dologban. Tehát ő nem hisz a liberális piacban. Más tanult ő. Függetlenül attól, hogy valamikor ő a liberális internacionális alelnöke volt, ezt azért ne felejtsük el, hogy harcos liberális volt mindig is. Ő azt gondolja, hogy ez a beavatkozás, ez teljesen normális dolog. Legyen az energia, legyen az üzemanyag, legyen az bármilyen más termék, ő beleavatkozik, holott ezek rendszerként kellene, hogy működjenek, ő nem hisz az ő rajta kívül működő rendszerekben, ő csak abban hisz, olyan rendszer működik hát Magyarországon számára, amiben neki valamilyen behatása van, és ezért tartja ezt fönt. Én se hiszek az államban, kivéve, ha az állam én vagyok. Azt hiszem, hogyha az állam hisz benned, akkor te is hiszed az államban. Az, hogy ő ezt így gondolja, és ő van a centrumban, ezt látjuk. Egy nagy baj van. Mi is itt élünk. Hát igen, de ebbe és ugye most annyiban másabb a helyzet mondjuk a korábbi időszakhoz képest, most valóban sokan vannak, akik a lábukkal szavaznak, azaz elmennek innen, el tudnak menni. Korábban ezt nem lehetett megtenni, de gondoljunk bele, hogy akár az én veszőparipám energetikai rendszer, az is egy jól működő harmonikus rendszer lenne, ha minden résztvevő komfortosan érezné magát benne, de hogyha azt látják, hogy van benne egy szereplő, akinek a jóságos állambácsi mindig a zsebébe dug egy külön sportszerűen, tiszteletet, hogy te azért az én kedves gyerekem vagy, miközben az összes többi meg azt látja, hogy én rám, nekem veszteséget kell ellensúlyozni, nekem kell küzdeni az emberekkel, én vagyok a hibás, már a kisboltos a hibás, akkor ő egy idő után azt fogja mondani, hogy csődben megyek és kiszáll. Még arról beszélünk egy picit, hogy a politikai haszon emögött nagyon nagy, tehát hogyha mondjuk ezt elengedné a kormány, akkor nem az lenne, mint mondjuk, hogy kiszállt, sokkal csökkentette a rezsicsökkentést is, de hát nem tudom, 5 spot, meg 5000 rakett. Kényes játék ez, mert arról beszéltünk ugye, hogy karácsony előtt, hogy lehet-e benzinárat emelni, de közben karácsony előtt cukorhiány alakul ki, akkor az legalább akkora feszültséget okozhat a háziasszonyokban. És pillanatnyilag ezt tapasztaljuk. Tehát én nem tudom, hogy felteszem, hogy továbbra is nagyon intenzív a közvéleménykutatás a Rogán minisztérium környékén, de hogy tényleg érzékelik-e, vagy fogják-e tudni, hogy melyik az a pillanat, amikor ez már kontraproduktív. De jobban megbocsátják az emberek, mert mi is forgatott a híradó ilyen nagyon, nem tudja, a lekvár készítéshez 5 helyről szedte össze a háziasszony ezt az 1-1 kiló cukrot, de inkább elmegy 5 helyre, nem számít, hogy ez milyen költséggel jár egyébként, ja, hát igen, mint hogy kifizesse a drágább árat. A magyarok ilyenek, nem? Igen, hát van egy ilyen pszichés dolog ebbe. Nem véletlen mondta egyébként a miniszter azt a példát, hogy ez olyan kvázi, mint egy kereskedelmi akció. Ha nálunk leértékelésnek hívják azt, ami egyébként pont annyiba kerül, mint tegnap előtt került, csak egy áthúzott áron felette, akkor egész egyszerűen pszichésen elkezdenek vásárolni rögeszmésen, és akkor azt mondják, hogy tényleg hajlandók 10 forinttal olcsóbb tejfölül elmenni a 3 kilométerrel alébb lévő boltba, miközben a saját ráfordított energiája. De ha 4,80 a benzin, hát akkor hogy ne menjünk el? Hát ez az. Közben meg, főleg ezekben a dolgokban. Én azt várom egyébként, hogy azért még a tejfölt meg a kolbászt vigyék már le, mert a rakott krumplihoz azért kellene. Hát ahhoz már megvan a krumpli meg a tojás, mit akarsz? Azért mondtam, nem legyél ennyire. A tejföl kolbász az még legyen. Mondjuk ez nem annyira tipikusan karácsonyi étel. Nem, valóban nem. Igen. Halat. Igen. Eredeti balatoni hekket. Igazi magyar termék, tehát az legyen ársapkás, javaslom. Én azt látom problémának, hogy az emberek valóban is, ennek már van politikai kihatása is, és a választókra is miként hat, és valóban óriási szerepe van a kommunikációnak, de azért csak belenéznek a saját pénztárcájukba, csak belenéznek abba, hogy mit tudtak elkölteni karácsonyra, mit tudnak letenni az asztalra, mert ha nem néznek ebbe bele, akkor sikerült őket meghűíteni. És ha sikerült őket meghűíteni, akkor mit várunk tőlük? Tehát én azt gondolom, hogy muszáj, akár ilyen beszélgetések körében, akár a civil szférában, akár a munkahelyeken kinyitni az emberek szemét, hogy higgyél már annak, mint az alapvető viccekben. Hallottuk már ugye, amikor ott találja az asszonyt a férje a munkatörleten, akkor te kinek hiszel? Hát én azt gondolom, hogy a saját tapasztalataikat megfogják. Ezzel az örökzöld kérdéssel fejezzük be ma. Köszönöm szépen. Önöknek is köszönjük szépen a figyelmet. Jövő héten ígérem már élőben jövünk, de maradjanak addig is itt az ATV-n. Szép estét!